valamint Horváth Tiborral, a Rómegyő Díjas Gyermekség a Baráti Köre Egyesület elnökét, és végül, de nem utolsó sorban Demeter D. Zoltánt, akiről elmondhatjuk, hogy író, elmondhatjuk, hogy mérnök, elmondhatjuk, és de most, mint festőként mutatkozik itt be nekünk, és a Sohasem Késő című kiállítása megnyitóján vagyunk. Felkérem Horváth Tibor urat, hogy egy köszöntőt mondjon. Kedves barátaim, hölgyeim, uraim, kedves vendégek! Köszönöm a lehetőséget, hiszen olyan valaki állít mellettem, aki jó barátom is, és 20 éve már ismerem a Zoltánt, amikor a Győrben, Győr környékén él. Az az igazság, hogy egy olyan kivételes tehetségű emberről van szó, aki sok területen minőségit alkot, és mindig, amikor valamihez hozzáfog, akkor a minőségem fölül a precizitás jellemzi. Balázsit említette már, hogy tulajdonképpen melyek azok a területek, amin Zolit ismerik, jól ismerik, barátai szeretik, munkatársai tisztelték, becsülték, amikor még vezető volt. Egy hatalmas élelmiszergépgyárnak volt a vezetője, mégpedig kutató vezetője, és nyugodtan mondhatom, ez az élelmiszergyár egy európai gyár, és most is még szakmailag az olyan, amelyre megfordul a világban, hogy tisztelettel vezeti. Tehát tulajdonképpen, amikor kikerült Németországba, amit ha elmondhatok még, akkor nagyon röviden hadd mondjam el, meg is írt két könyvben is azokat a viszontagságos dolgokat, ami abban az időben jellemezte a családot, és kénytelen volt Erdélyből menekültként kiköltözni Németországba, ahol új életpályát kezdett, családját kivitte. No, ezekről a válságos körülményekről nagyon szép két könyvet írt, akinek lehetősége van is hozzájuk, azt feltétlenül ajánlom, hogy olvass el, mert érdemes elolvasni ezeket a könyveket. Tehát mindjárt jelentkezik egy író, aztán a szakma mellett ragyogó sportember volt, román válogatott több sportágban is, vívásban és sízésben is. Gyakorlatilag, amikor én megismertem, akkor azokról a tulajdonságról, amik utána következtek, ami jól jellemzi a mai kiállítás motóját is, hogy sohasem késő, az Zoli mindig valami újat alkotott. Újat alkotott gyakorlatilag, és egyszer csak előállt a baráti körünkben, mert egy nagyon szűk baráti körben együtt vagyunk, hogy gyerekek, én úgy gondoltam, hogy megteszem az arándokutat Alkamenyóban. Mindegyiknek fönnakadt a torka, már idős korban vagyunk mi is, de a mondatban és gyakorlatilag nem volt elég neki a túra előről, hanem megpróbálta a másik oldalt is. Az első időszakról egy könyvet írt, a másodikról pedig itt néhány kép jellemzi az utat. 2012 és 2014-ben történt. És most egy éve jelentkezik a Zoli megint egy újabb inspirációval, azt mondja, tudjátok, mert úgy döntöttem, hogy festeni fogok. Hát nézzenek körül, ez alatt az egy év alatt nem ennyit, hanem még egy ekkora kiállítás indult a megrendezésre belőle, több mint 60 festményt készített, és a precizitására, hogy mi a jellemző, mindig, ha valamihez hozzáfogott, akkor először tanulmányokat folytatott, és addig nem nyugodott, még szegről végről meg nem ismerte annak a területnek csinyát. Hát most is egy ilyen kiállítás előtt vagyunk, egy nyugodtan mondhatom, amatőr ember készítette, hiszen nem festőművész címe van, de nyugodtan kijelentetem, hogy ezek a képek festőművészi színvonalúak. Én csak azt tudom mondani Zolinak, hogyha soha nem késő, mi következik. Tudom, hogy a famunkában nagyon otthon vagy valójában, és ezt a házad környéke is bizonyítja. Én remélem, hogy egy év múlva előállsz azzal, na gyerekek, akkor ebből most elég, hozzáfogok néhány faparagáshoz, és egy-két faszobrot is készítek nektek. Én azt kívánom, hogy a családodon belül is, amelyik nagyon harmonikus családi életet jelent a háttérben is, hiszen ezek a képek tulajdonképpen arról is beszélhetnének, hogy az Zoli milyen családi háttérrel rendelkezik. Gyakorlatilag egy dolgot még hadároljál önöknek. Nagyon büszke a gyerekeire,
A leánya jelen pillanatban Párizsban egy nagyon híres, nyugodtan mondhatom, európai híres grafikus művész. Gyakorlatilag, tehát azt is szokták mondani, nem esik messze az alma fájától. Én bízom benne egyszer majd lesz mód és lehetőség arra, hogyha nem is ebben a kiállító teremben, de valahol itt Győrbe meg lehet, megoldható lesz, hogy az apa és a leánya együtt állítsák. Én a további munkáshoz sok sikert, közös együtt jó barátságot, eltöltött napokat, nagyon társasági ember. Majdnem azt mondhatnám, hogy most megkérem, mondj egy viccet gyorsan, akkor itt mindenki nevetne. Nagyon tudja szórakoztatni a társaságot is. És még egyszer mondom, ember a javából is jó barát. Köszönöm. Szépen és akkor megkérjük benne tisztelődésen. Előre is elnézést kérek önöktől, de ezek szerint sikerült néhány morsát nekem is megismerni Zoliból, amit a jó barátnak hosszú évek alapján ismétlődni fognak az én felfedezéseim, a barát felfedezéseivel, de ezt nézzék el nekem. A reneszánsz ember. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Ismételtem el magamban, és éreztem, hogy a szívem megtelik nagy és általános meleggel, a lelkem megtelik a derűs idő nyugalmával, és a szemem megtelik a hajnal harmatával. Lassan felálltam, és azt mondtam, igaza van. Késedelem nélkül haza fogok menni, hogy otthon lehessek valahol ezen a világon. Igaza van. Nem is lehetünk más célra ebben az életben, mint hogy megismerjünk mindent, amennyire lehetséges. A tarka és egzugos világot, a megbocsátó embereket, az egymásra. Amikor mindent megismertünk, amennyire lehetséges, akkor visszamenjünk oda, ahol otthon lehetünk. Tamás Járon Ábel a rengetegben című regényéből idéztem, nem véletlenül hosszabban, mint az ismert mondatot szokás. Mikor a helyét kereső emberről beszélünk, hajlamosak vagyunk földrajzi otthonokban gondolkozni. A most kiállító Demeter D. Zoltán esetében helytálló ez a megközelítés, hiszen ebben az értelemben is kereste az Erdélyből útra kelt ember az otthonát, próbált szerencsét Németországban, majd gyökeret eresztett Gönyűn. A szívem megtelik nagy és általános meleggel, a lelkem megtelik a derűs idő nyugalmával, és a szemem megtelik a hajnal harmatával. Ebben az értelemben is megtalálta lelki otthonát az alkotó ember, aki sokoldalúan képes teremteni. Szerencsés. Gondolhatnánk, mert mi mással illetnénk azt, akinek egyenrangú társa a barkácsgép, a toll és az ecser. Most az utóbbi megnyilatkozásában gyönyörködhetünk. A katalógus szerint 34 művet tár elénk az alkotó, aki napra pontosan egy éve állt a festővászon elé. Engedjenek meg egy személyes közbevetést. Ősszel érkezett hozzám a felkérés a kiállítás megnyitóra, akkor az alkalom nem tette lehetővé, hogy faggatózzam, így csak az értetlenkedés maradt, hogy kerülhette el a figyelmemet az az érdekes momentum, hogy Zoli fest. A Szabadság ára című kisregénye révén megismertem a Gönyig vezető utat, csodás fotóival és egy másik könyvével végigjártam velük az El Caminót, hogy éppen a festés kerülte volna el a figyelmemet. Előhozakodva a dilemmával, világossá vált, hogy nincs információs lemaradásom, az ecset éppen egy éve került Demeter D. Zoltán kezébe. Ezt nem azért osztottam meg önökkel, hogy mentségként szolgáljon, és legyenek elnézőek a korai próbálkozások és zsengék felé, inkább a csodálat katalizátoraként, hogy lám, mire képes az ember. 72 éveire mennyi szín, illat, forma, élmény képes megtapadni az ember emlékezetébe. Ezek a megélt pillanatok vezetik az alkotó kezet, ami biztosan engedelmeskedik az ecsetnek is. Amit ma itt felfedezhetünk festményeink keresztül a kiállítóban, az csak egy szelete annak a 21. századi reneszánsz embernek, aki a polihisztorok szellemi és kétkezi tudását ötvözi. Egyszerre gyakorlatias alkotó, zseniális feltaláló, lírai elbeszélő és meditatív festő.
bátor ember. A határokat maga mögött hagyva indult el az alkotó ösvényeken, ha hívja a szó, a hit, a színek. Az itt kiállított képek témája a körülöttünk lévő természeti környezet szépségéből visszatérő motivumai fák, folyók, virágok, tél, tavasz, nyár, ősz. Az öt részből álló akvarell sorozat a könyvben már elmesélt zarándokú stációit idézi meg. A kiállító sokoldalúsága megmutatkozik a festmények közé ékelődő versekben, a mérnökember kreativitása a képfüggeszték újszerű találmányában. Bár nem kérdeztem soha Demeter Bél Zoltántól, hogy boldog embere, és csak egyszer volt módon bekukucskálni az ő gönyűi édenkertjükbe, a teremtett boldogság kézzelfogható és érezhető harmóniája véget műnő maradásra készítette a vendéget, engem. A szívből született ötletek mellé mindig megérkezik az ég áldása, ami örömmé szintetizálja az alkotókedvet. Az itt kiállított festményeket fogadják olyan örömmel és nyitott szívvel, amilyen szeretettel készültek. Az első kiállítási alkalom örömének üdvözle, hogy nem lehet itt a társ Mária. A Gyökértelenek című verseny részletével szeretném őt megidézni, melyet természetesen Demeter D. Zoltán írt. A Vén-Dunát nézem, ez kissé megnyugtat, ha másért nem, majd elviszi poraimat, és ha ebből eső lesz, eljutok mindenhová, mint esőcsepp, bebújok a gyökerek alá. A szemembe ez nem könny, nem sírok, nem szenvedek. Beletörődtem, a törzsem megöregedett, s ha valaki megkérdi, hogy ő mit tegyen, tedd a lehetetlent is, csak ne legyél gyökértelen. Szeretettel ajánlom önöknek Zoli kiállítását. Nagyon szépen köszönjük Werner Krisztinának. Az alkotónak átadnám a szót. Ha végül is annyi szépet mondhatok, hogy szóhoz sem jutok. Mindenesetre az első, amit mondhatok, hogy aki ismer engem, az már azon fog csodálkozni, hogy egyáltalán nadrágot vettem. Szóval nem a világjáról, ünnepről nem a világjáról nadrágomban jelentem meg. Nem sok mondani való van. Az igazság az, hogy annyira megérint, hogy annyi kedves, jó barát, arc és ismerős jelen jött el, kezdve Debrecentől egészen Szlovákiáig, Bőség, úgyhogy én nagyon-nagyon megtisztelve érzem magam. Az én munkásságomról hát inkább nem sokat beszélnék, annyit mondhatok csak, hogy van dolog, amire büszke vagyok, ami műszaki dolog, amit elértem, vagy pár patent, amit be van az én nevemre jegyezve. Az írás és a festészet az egy kicsit más. Azt nagyon nagy alázattal közelítem meg, és az a különbség, hogy amíg a műszaki dolgokat az eszem, mint eszköz használom, ez inkább belülről jön, és ezt inkább ilyen, mint ahogy mondtam, alázattal közelítem meg. Az eredmény itt van a falon. Most, amikor nekiálltam festeni, azt mondtam, hogy engem az anyagiak nem is érdekelnek, nem azért festek. Most is azt mondom, ettől függetlenül a képek eladóak. hozzá kell tennem, itt van egy kedves újságíró barátom, aki azt mondta, hogy most kell venni a Demeter képeket, még olcsó. Ennek az a lényege végül is, hogy egy adott pillanatban be kell valljam, hogy a keretek és ezek olyan összeget emésztenek fel, hogy már nincs hely, és nincs, és kell az új. Azon kívül, tehát egy nagyon szerény, minimális, majdnem önköltségi áron van egy katalógus, tehát meg lehet nézni, és akit érdekel, nagy szeretettel vagyunk, hálával örülök, azonosulhat esetleg a képekkel. Több mondani való nincs, azon kívül, hogy még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm a lehetőséget is, úgy a kiállító teremére, mint Krisztinának ezeket, tényleg a szép szavakat. Ezzel kell valljam, hogy a mi ismeretségünk is az a könyveim által jött létre, mert ő volt az, aki a könyvi könyvszalonon bemutatta hivatalosan a harmadik könyvemet, mikor megjelent. Úgyhogy itt vannak a
kedves kapcsolatom, Beáék és a Hangraforgó Együttes. Tehát annyi sok kedves ember, hogy nem is tudnám mindig végig sorolni mindenkit. Még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, érezzétek jól magatokat, és utána, miután a kis, egész kis meglepetés műsorral kedveskednek a bölcsi barátaim, akkor szeretettel egy kis figyelmességgel, egy pár kor pezsgővel, meg egy kis halottirat szívesen látom mindenkit. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, és akkor, ahogy már Zoli is említette, következzen Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László mini műsora. Fogadják meg szépen! Magyar, 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 magy
Szabó László. Köszönjük szépen! Csak röviden annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy büszkék vagyunk arra, hogy már nem is tudom hány éve ismerkedtünk meg, büszkék vagyunk a barátságunkra, és arra, hogy soha nincs késő kezdeni, vagy folytatni. Én bízom bennem, hogy még nagyon sok szépet fogunk tőled látni, vagy hallani, vagy olvasni, és ehhez kívánok neked nagyon jó egészséget, és nagyon sok boldogságot, kedves családommal együtt. Utolsó szó jogán mindenkit megköszöntem. Sajnos a világ legdrágább teremtése nincs itt. Az én kicsi feleségem. Nélküle nem állnék itt most. Úgyhogy 70 évesen megbocsátjátok ezt a pár könyvszepet? Tekintsék meg a tényeket! Esik eső, és én baj.